Szép estét kívánok kedves nézőinknek, ez itt a Gyöngyös ma este 6 órakor, és ha azt mondom, hogy Tour de Hongrie, és azt mondom, hogy kerékpáros verseny, akkor bizonyára mindenkinek ismerős, és erről fogunk ma beszélgetni, ugyanis tegnap mutatták be nyilvánosan ennek a Tour de Hongrie-nek az útvonalát, március 5-én, és itt van velem online a vonalban Ezen Krammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője. Jó estét kívánok! Szép estét kívánok én is minden kedves nézőnek, hallgatónak! Hát itt elég szép számok vannak, 854 kilométer, 5 szakasz, 8000 méter szintemelkedés, tehát nagyon színesnek ígérkezik ez a idei mezőny. Minek köszönhető, hogy egy év kihagyás után újra visszatér Kékestetőre? Kékestetőnk az ország legmagasabb pontja, nyilván ikonikus helyszín. A kerékpárosoknak egy komoly kihívás, nyilván amatőr bringásnak bent van a bakancs listáján, hogy azért egyszer legalább fel kell tekerni, olyan sportolót néha többször is felmennek akár egy hónapban, és hát nyilván a szurkolók nagyon várják azt, hogy mikor ér ismét Kékestetőre a verseny, már csak azért is, hiszen az elmúlt évben voltak ott fantasztikus nagy küzdelmek és látványos csaták, és mindenki nagyon várja, hogy vajon mikor lesz legközelebb ilyenre ismét példa. Ja, itt most említette ön is, hogy a Kékestető már produkált történelmi pillanatokat, itt mondunk egy nevet, Walter Attila győzelmét. Ilyen történelmi pillanatok mindig jól jönnek, és mindig szép eredményeket hagynak maguk után. Melyik a legemléketetesebb? Esetleg az idei évben lehet-e hasonló emléketetes pillanat? Én azt gondolom, hogy Kékestető mindig meglep mindenkit. Ezen a hegyen a bármi is, és az ellenkezői is megtörténhet. Aki már látott már Tour de Hongrie utolsó kilométereket Kékestetőn, nagyon jól tudja, hogy mire gondolok. Utolsó 200 méteren is óriási tud fordulni a kocka, hiszen annyira elfáradnak a versenyzők, annyira komoly az emelkedő Mátaházától Kékestetőig, hogy az utolsó 100 méteren is sok minden történhet. Ugye ez történt Walter Attilával, még a győzelme előtt időszakban is, hogy ő is volt, hogy nem jól mérte föl, de aztán utána sikerült eltalálni megfelelő időpontot arra, hogy mikor kell támadni ezen a hegyen, de ugye a legutolsó alkalommal is Antonio Tiberi viccelte meg Eddie Dunbart, az utolsó tél előtti 20 méteren tudta kikerülni, pedig már mindenki biztos volt benne, hogy megvan a győztes, de hát nem fordult a kocka. És én azt gondolom, hogy idén sem lesz ez másképp. Ez a hegy nagyon gyakran megvitteli a legkomolyabb hegyi menő bringásokat is. És ugye ne beszéljünk ugye még arról is, hogy a mezőnynek a sprinterei, akiknek maga a főjutás is komoly kihívás, a limit időért is küzdenek egy ilyen szakaszon. Szóval érdekes, izgalmas lesz az egész Tour de Hongrie, de ez a Kékestetővel még azt gondolom, hogy csavartunk rajta egyet. Itt az elején elhangzott három szám, és az is elhangzott, hogy tegnap bemutatásra került az útvonal, és milyen fogadtatása volt, és mik szerepeltek, vagy mik voltak a fontos döntési prioritások az útvonalnak a tervezésekor, mik domináltak? Nagyon érdekes volt a visszajelzések, hiszen minden évben, mikor beintik az útvonalat, rágzódul a kritika a közösségi médiában, hogy miért nincs ez, miért nincs az. És idei évben olyan jól sikerült összeállítanunk a versenyútvonalat, hogy minimálisak a negatív hangok. Túlnyomó többség nagyon-nagyon boldog annak, hogy megfeleltünk a szurkolói elvárásoknak is. Nyilván a Tour de Hongrie most már évek óta igyekszik magát úgy pozícionálni, mint a világ legjobb sprintereinek a helyszíne, és ezért is minden évben igyekszünk olyan szakaszokat beilleszteni, ahol a sprintereknek kedvező gyors befutókat, sík szakaszokat teszünk, de ilyen idén most kettőre elmondható, hogy egyértelműen sprinter szakasz lesz. Van két komoly hegyi befutónk, egy ugye Kékestető, az előbb említettük, erről beszélünk itt Gyöngyös kapcsán, a másik pedig a Pécsi szakasz, ahol háromszor is meg kell mászni a tavaly elhíresült, vagy hírhetté vált bárányutat, és a Budapest egyek szakasz egy igazán érdekes nap lesz, ahol nem lehet előre eldönteni, kinek fog kedvezni az a szakasz. Egy komoly dombocskák vannak, de elég sok és elég érdekesen elosztva, mert bármi történt azon a szakaszon.
Ja, most sok minden elhangzott itt, hogy kinek kedvez, kinek nem kedvez, de amikor az útvonalat összeálmodja a szervező csapat és bemutatásra kerül, akkor nyilván az előző év tapasztalatait is belerakják ebbe a történetbe. Stratégia szempontjából mit vettek figyelembe ebben az évben? Milyen szervezést, vagy milyen technikai elemeket, amelyeket az elmúlt évekből mondjuk áthoztak, vagy éppen elhagytak? Igazából ebben nagy újdonság koncepcióban nincsen, hiszen minden évben azonosak a célok. Mutassuk be Magyarországot a világnak, mutassuk Magyarország legszebb tájait, tehát hogy ennek megfelelően igyekszünk idegenforgalmi szempontból kiemelkedő helyeket betenni az útvonalba. Nem véletlenül ugye Tokaj megen és az útvonalban egy Hajdúszoboszló, egy fürdővárosa, a Balatont megmutatjuk, ugye Mecsek, a Pécs szépsége, ugye a Mátra, mint egy, az aktív turizmusnak egy kiemelkedő helyszíne, szintén egy Gyöngyös kapujával, szintén ezek fontos helyszínek, és a Budapest is így került be. Tehát egyértelműen azért látszik a túrútvonalán, hogy idegenforgalmi szempontból igyekszünk választani helyszíneket, és ugye például idén a karthagi rajthelyszín is egy érdekes lett, hiszen Karthagon hatalmas idegenforgalmi fejlesztések voltak az elmúlt években, oda is a Sámándob és környékére gyönyörű parkba várják a vendégeket, tehát ez mindig szempont a tér és rajtvárosok kiválasztásánál, az útvonal pedig főleg szakmai szempontok alapján alakul ki, legyenek a sprinterek számára és a szurkolók számára vonzó hegyi szakaszok is az útvonalban. Ezeknek az összesakkozásából áll össze minden évben az útvonal, nyilván ahhoz szükség van arra, hogy ennek jelentkező városok, szerencsére vannak, és én népszerűbb a Tour de Hongrie a magyar városok körében, és nagyon örülünk annak, hogy egy ilyen sok város látja szívesen vendégül a Tour de Hongrie-t. A hegyi menőknek vagy a sprintereknek kedvez az útvonal? Is. Tehát azért is mondtam az előbb azt, hogy a versenyt úgy állítjuk össze, hogy két szakasz, két vagy három szakasz a sprintereknek, kettő pedig a hegyi versenyzőknek kedvez, így mindenki megtalálja magának. Minden szakterület, úgymond a kerékpárspóra megtalálja magának a vonzót a körversenyen. Lehet-e azt mondani, hogy a 2024-es verseny lesz az egyik legtörténelmibb, vagy éppen a legnagyobb kihívás, vagy legkeményebb versenye a Tour de Hongrie-nak? Én azt gondolom, hogy a legizgalmasabb, legérdekesebb, leglátványosabb verseny előtt állunk. Mindegyik napnak megvan a vala varázsa útvonal szempontból, de ennél sokkal érdekesebb az, hogy kik jönnek a versenyünkre. Ugye most már egy egész napja nyilvános az, hogy Péter Sagan, a szlovákok háromszoros világbajnok, aki hétszer nyerte el a Tour de France-on a legjobb sprinternek három zöld trikót, a világ legnagyobb sztár, legnagyobb kerékpáros legendája, sztárja, és itt lesz a versenyünkön, és én azt gondolom, hogy ilyen figyelem miattuk, vagy Mark Cavendish miatt, a többi világsztár miatt még sosem volt a Tour de Hongrie-ra, mint amit most várhatunk. Épp az elmúlt percekben beszélgettünk itt barátainkkal, akik már jelezték, hogy vannak olyan városok az útvonalon, ahol a szlovák szurkolók már a mától kezdik befoglalni a szállásokat májusra, mert mindenki szeretné látni Péter Sagant az utolsó évében, amikor országúton aktívan versenyez. Tehát ilyen nemzetközi érdeklődés még soha nem volt a verseny iránt, pedig eddig is komoly volt, de most még ilyen hatalmasat ugrunk előre ezen a ranglétrán is. Ugye itt új legendák nevét hallhatták az előbb a kedves nézők. Mit jelent ez a Tour de Hongrie szervezői egyetlen a sportesemény számára, hogy ilyen népszerű emberek megjelennek benne, nyilván emelik a nívót, de önöknek, mint szervezőknek is azért van ebben jelentősége. Most hallottuk azt, hogy már kezdik lefoglalni a szállásokat, kiszivárogtak a nevek, és akkor már egyre nagyobb a lelkesedés, de nyilván ad valami pluszt, vagy valami spirituszt, motivációt is. Mit jelent ez most itt a szervezők életében, hogy ilyen nagy legendák is megjelennek ebben? Az elmúlt években is kiemelt fontossága volt a versenybiztonság, ez most így még egy komolyabb figyelemesítmény, nyilván még kevésbé szabad hibáznunk. Ugye a versenybiztonság alatt értjük elsősorban a verseny alatti az útvonalnak a biztonságát, főleg a sprinterek számára, utolsó kilométereken minden külső
veszély nélkül tudjanak a versenyzők csak arra koncentrálni, hogy a versenypályán egy jobbat teljesítsenek. Ugye ez nem annyira egyszerű, hiszen a kerékpár versenyek az utakon zajlik, ahol előző nap még forgalom volt, és egy kisebb kártya nem zavarja az autókat, de a versenyzőket igen. Tehát a kordonozás, az útvonalvezetés, az egyes úton levő hívák javítása, vagy akár elbontása néhány járdaszigetnek, ezek mind-mind részei a munkánknak. És hát ezeket együtt alakul ki a biztonságos útvonal. És hát amire eddig nem nagyon készült, nem volt még arra példa, hogy most már azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a szállásokon és a verseny közelében hogyan tudunk vigyázni ezekre a sztárokra, hiszen arra azért sajnos szerencsére számolnunk kell, hogy a kíváncsi kerékpár rajongók közelebb szeretnének kerülni a sztárokhoz, mint azt ők szeretnék. Ez ideig nem volt még feladatunk, de egy Peter Sagannal, egy Mark Cavendishsel ez is eljött. Beszéljünk a startról is, meg a szenzációkról is, hiszen májusban startol majd a Le Tour d'Hongrie. Hány csapattal rajtol el, és kik számítanak igazán szenzációnak ebben a rajtban? A Tour d'Hongrie-n ilyen 20 csapat fog rajthoz állni. A világ legnagyobb csapatai közül 16 érkezik ide hozzánk. Akit ismerünk a Tour de France-ról, vagy a Giro-ról, és három kontinentális tím és a magyar válogatott fog rajthoz állni. A magyarokról érdemes talán elmondani, hogy a magyar esélyekről, hogy Peák Barnabásra is számítunk a magyar válogatottban, Dina Mártonra is, aki tavaly a legjobb magyar volt, és talán a hegyi szakaszokon, akár Kékestetőn, Dina Marcitól számítunk egy tízes helyezésre. Most tegnap volt a bejelentés az útvonalnak, eddig is kívánt nagyon sok munkát ez a feladat, tehát a bejelentésig eljutott, nyilván útvonaltervezés is egyáltalán ennek a sajtójának a megszervezése, és ma már úgy sikerült telefonon egyeztetnünk a műsor kapcsán, hogy folyamatos az elfoglaltság, és hát májusban lesz a verseny. Nézzük meg, hogy egy főszervezőnek vagy a szervezőcsapatnak ebben az intervallumban most felgyorsultak a feladatai, milyen feladatokkal kell megküzdeniük most az átmeneti időben, a versenyig, a szervezésen túl? Hát nyilván attól még, hogy tudjuk méterre pontosan, hogy a verseny hogyan merre fog haladni, ettől még rengeteg részfeladat van rajt és célterületek pontos kialakításán. Éppen most ezekben a percekben egy kamera elhelyezési helyszínbejáráson vagyunk a televíziós tábokkal. Ugye a magyar és nemzetközi tévés tábok dolgoznak a versenyen, és az, hogy mikor, milyen szögből, melyik településen a célkapuhoz képest hol fognak állni a kamerák, hogy dolgoznak, hogy merre fogunk kábelezni, merre megy a jel, honnan lesz áram, ezeknek az apróságoknak kidolgozása zajlik most ezekben a napokban, hetekben, és hát minden egyes apróságot meg kell terveznünk centiméterre pontosan, hisz a verseny napjaiban már nincs idő semmire gondolkozni, csak építés zajlik és bontás, hisz a versenyen a háttér, amit a szurkolók látnak a tévében egy célterületen, az éjszaka épül föl, vagy hajnalban épül föl, és minden nap költözik a következő városba, borzasztó gyorsan történik az egész eseményen, minden egy logisztikai bravúr ennek a kialakítása. Ugyanez igaz a hotelek előkészítésére, hogy a csapatok megérkeznek a csapatbuszokkal, legyen minden csapatnak megfelelő, csapatbusznak megfelelően áramlekötése és vízlekötése és parkolóhelye. És hát nyilván a hotelekben kialakítani azt a biztonságos, már ugye egészségügyi szempontból, ugye akár járványi szempontokból is, most már is figyelnünk kell, fontos elkülönítést, hogy mindenki nyugodtan tudjon készülni és érkezni és pihenni a két nap között. Hát a feladatok. Nagyon sok apró feladat van, de ezek mind ahhoz szükségesek, hogy ezek odafigyelünk, hogy a csapatok visszajöjjenek Magyarországra, hiszen ez mind része annak, hogy a versenynek jó hírét viszik. És ha jó hírét viszik, és ha jó hírét viszik és versenyeznek, akkor itt a pólók színével kapcsolatosan is kérdezném, hogy van-e valamilyen változás? Nincs, a színek maradnak, az ikonikus sárga trikó, ugye, mint a Tour de France-on, mi is ezt a szint választottuk ezelőtt jó néhány évvel, és maradunk is ennél. Tehát a sárga trikót viseli minden verseny során az aktuálisan a versenyben vezető, tehát az első nap után az első szakasz győztese, és hát minden nap a versenyben vezető húzza magára a sárga trikót, és a verseny végén azt viszi haza, összetett versenyt megnyerte. Ugyanígy osztunk minden nap a
Lego Sprinterek között a Lego Sprinternek egy zöld, nekem egy menőnek egy piros, és a legjobb magyarnak pedig a fehér trikót. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és hát kívánunk jó munkát és a hátralévő időhöz sok energiát. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívtak önöknek is. Szóhallásra. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, tehát ez volt a Gyöngyös ma, csütörtökön este, legközelebb új adással holnap. Ugyanebben az időpontban várjuk majd önöket, viszontlátásra.